Azt hiszed, mindent tudsz, de egy birodalom vezetése nem olyan egyszerű. Erről eszembe jut egy történet. Ha, mint általában. A nagy király nem lőtte koronáját, így napokat kutatott konokon át. Csak számára nem volt az közismert tény, hogy mindvégig ott volt feje legtetején. Látod, nem volt ő alkalmas még, kell itt észből egy nagy mennyiség. Szóból kevesebb, csendből meg sok, jobbá tesznek az elvárások. Bár csak nem kell, hogy furcs, semmi vész, s a lényed így lesz trónusra kész. A többnél is több, minden jó tanács ad, na de évekig szemléltem én Csabámat, és jó néhány trükkre ő megtanított. Hát így lettem én, tényleg mindenben flott. Így a lényem hatalmas rég, hitte bőven van észmennyiség. Kézben tartott a birodalom, én ezt napra nap igazolom. Nincs kétség már. Trónusra kész. Papa, hogy bizonyítsam be nekik, hogy méltó vagyok hozzád? A város. Hát persze. Ma találkozom a város vezetőivel, és segíteni fogok nekik, hogy újra felvirágoztassuk a birodalmat. Elintéznéd ezt, Armando? Ó, hát ez is a kastélyfőnök feladata? Én még kezdő vagyok ebben. Ismerek mindenkit, aki számít Avalorban, úgyhogy mindent elintézek. Akkor mire várunk még? Bátor bátran a nép élén járok én már, bárki elbukna, biztosan számíthat rá. Mégis elmondom, respektem hangsúlyozván, a trón azért sokkal ta komplexebb tán. De a lényem alkalmas rég, kell itt észből egy nagy mennyiség. Nincsen fék, ha egy csodás út hív. Rémes döntés és túl szubjektív, tán rájössz majd, hogy igazam volt. Minden